Területrendezés. Az új területrendezési tervek egy hierarchikus rendszerben készülnek, a sorrend elején az országos terv áll, majd a megyei, illetve a települések tervei szerepelnek. Karriernap. Idén 13. alkalommal rendezték meg a Nyíregyházi Egyetemen a karriernapot, melyre ezúttal nem csak az egyetemistákat, hanem a végzős középiskolásokat is várták. Útátadás. Új burkolatot kapott, valamint kátyúzták és újra patkázták a Sóstúji úti kórház útjait. Új területrendezési tervek készülnek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A Kölcsei Televízió híradóját látják? Köszöntöm Önöket! A területrendezési tervek egy hierarchikus rendszerben készülnek, a sorrend elején az országos terv áll, majd a megyei, illetve a települések tervei szerepelnek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főépítész úgy nyilatkozott televíziónknak, hogy egy települési terv akkor jó, ha minél ritkábban kell módosítani. A megyei terveket azonban 5-7 évente minden esetben kötelező. Elkészültek a település képi arculati kézikönyvek 2018-ban. Országos szinten ez mintegy 3200 települést érintett. Az arculati könyvek célja az volt, hogy egyedi környezeti kultúrájukat és értékeiket megőrizzék a települések. Jelenleg a megyei területrendezési terv módosítása van folyamatban. Ez már egységes jelkulccsal és egységes metodika alapján. Az új földhivatali digitális alaptérképre készül majd el, új ágazati adatszolgáltatás igénybevételével. Ezt a társadalmasítás első lépcsőfokának nevezte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főépítész. A módosítás igazából a területrendezési tervek egy ilyen 5-7 éves, ilyen középtávú tervek. Mi utoljára 2011-ben fogadtuk el az utolsót, és sajnos akkor 2013-ban később készült el az országos rendezési terv, holott fordítva kellene lennie. Na most ezt próbáljuk, ezt a hiányt, illetve a kormányzatnak az a célja, hogy ezt a hiányt, illetve problémát oldja fel, és egyidejűleg készítse el az országos rendezési tervet, a megyei rendezési tervet, valamint majd a településeknek is el kell készíteni a saját terveiket, illetve hát módosítani, felülvizsgálni. A területrendezési tervek egy hierarchikus rendszerben vannak felépítve. Ez a sorrend az országossal indul, amelyek a főbb elemeket tartalmazzák. A megyei már egy fokkal részletesebb. Itt például már az egyszámú főutak mellett a mellékutak és a kerékpárutak is bekerülnek. A települések terveiben pedig már a belterület felhasználása, illetve egyéb infrastruktúrális elemek is megjelennek. Ez a három egymásra épül, így egymás elemeit kötelező betartani. A másik nagyon fontos eleme ennek a területrendezési tervnek, hogy ezek már KED alapúak lesznek. Hát aki a számítógépes világban jártas, az rögtön tudja, hogy ugye a PDF-es formátumokat, hogyha felnagyítjuk, akkor minden nagyítódik, tehát a vonalak is ötszörösére, tízszeresére, akár hányszorosára nagyítódnak. Itt viszont nagyon pontos elemekkel tudunk dolgozni, és már országos és megyei szinten is telekhatáronként fogják a különböző terület felhasználásokat lehatárolni. Tóth László azt is hozzátette, egy település területrendezési terve akkor jó, ha minél ritkábban kell azon módosítani. A megyei terveket ezzel szemben 5-7 évenként elegendő változtatni. Egy-egy fejlesztési elem esetén azonban szükséges a települési tervek módosítása. Idén 13. alkalommal rendezték meg a Nyíregyházi Egyetemen a karriernapot, melyre ezúttal nem csak az egyetemistákat, hanem a végzős középiskolásokat is várták. A kiállítók és állásajánlatok mellett beszélgetésekkel és szakmai programokkal is készültek a szervezők. Ezen a standon egy katonai szimulátorban próbálhatták ki az érdeklődők, hogy milyen lehet repülőgépet vezetni. A több mint 20 kiállító mellett idegen nyelvi tesztekkel, próbainterjúkkal, vagy akár önéletrajzírási tanácsadással is várták az érdeklődőket. 13. alkalommal rendezi meg a Nyíregyházi Egyetem, korábban a Nyíregyházi Főiskola a karriernapját, illetve korábban ennek állásbőrze elnevezése volt ennek az eseménynek. Az elmúlt években azonban más tartalomban gondolkodtunk, és más elnevezést adtunk az
eseménynek, így lett karriernap. Mi is a jelentősége ennek? Azon kívül, hogy számos cég megjelenik ezen az eseményen, és megjelent az előző években is állás lehetőségekkel. Most is több mint 20 cég, 20 kiállítónk van az eseményen a Bessenyi Aulában. Egy más tartalommal kívántuk megtölteni. Nevében is benne van, karriert, életutat, életpályát szeretnénk felmutatni. A karriernapra elsősorban az egyetem hallgatóit, valamint a város végzős diákjait várták, de készültek programokkal a munkavilágába visszatérő idősebbek számára is. Nagyon jó terep ez, egy nagyon jó bemutatkozási fórum mind az egyetemnek, mind pedig a megye, a város, a régió vállalkozásainak, szervezeteinek. Tulajdonképpen azzal a céllal rendezzük ezeket, ezt a karriernapokat, vagy állásbőrzét korábban, hogy a hallgatók megismerkedjenek az állás lehetőségekkel, a különböző cégekkel, illetve ez egy kapcsolatteremtési, kapcsolat elmélyítésű lehetőség is, hiszen a képzéseink során az oktatóink, hallgatóink, kutatóink napi kapcsolatban vannak a különböző cégekkel, de kevés alkalom van arra, hogy itt személyesen is találkozzunk. A LEGO nyíregyházi gyárának toborzója elmondta, fontos, hogy a fiatalok ne csak az interneten találkozzanak az álláshirdetésekkel, hanem személyesen is el tudjanak beszélgetni egy-egy cég képviselőjével. Már évek óta kint vagyunk, úgyhogy össze se tudnám számolni. Az utóbbi 5-6 évben biztos, hogy kint voltunk, és elsősorban felsőfokú végzettséggel keresünk hallgatókat, akár gyakornoki pozíciókra, akár mérnöki informatikai területekre keresünk hallgatókat. De bárkit szívesen látunk, aki a LEGO-nál szeretne dolgozni. A kollégáim itt vannak a standnál is, és információkkal szolgálnak a nyitott pozíciókra. A karriernapon elhangzott, Nyíregyházán számos olyan állás lehetőség van, amelyekkel a külföldre vagy a Budapestre vándoroltakat szeretnék visszacsábítani, és ezek az állások presztízsben és fizetésben is felveszik a versenyt a nyugatabbra elérhető állás lehetőségekkel. Új burkolatot kapott, valamint kátyúzták és újrapatkázták a Sóstúj úti kórház útjait. A felújítások közel 20 millió forintból valósultak meg, melyet a kórház az Állami Egészségügyi Ellátó Központtól úgynevezett Viszmajor támogatásból nyert el. Közel 2000 négyzetméteren újították fel teljes egészében a kórház útjait, melynek a bejárathoz közeli szakasza szinte már alkalmatlan volt a napi forgalom lebonyolítására. Ezt Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak főigazgatója mondta el televíziónknak az útszakasz átadó sajtótájékoztatóján. Aki Nyíregyházán ismeri ezt a telepét, a sorostói telepét, azt tudja nagyon jól, itt áldatlan állapotok uralkodtak már, mondhatom azt, hogy évtizedek óta, egy egyre romló út minőség volt a bejáratnál. Rengeteg betegpanasz érkezett már hozzánk, nem csak betegpanasz, mentők részéről, kollégák részéről, egyszerűen mondjuk már egy tolókocsival nem lehetett egy beteget betolni, olyan nagy kátyuk és olyan nagy repedések voltak az úton. Hála Istennek AEG forrásból sikerült úgynevezett Viszmajor forrásból erre pénzt, hogy mondjam, találnunk, vagy pályázunk, ezt elnyertük, és mintegy 2000 négyzetméteres területen gyakorlatilag a Sóstúj-úti kórház teljes bejárati út szakasza teljes mértékben felújításra került. A munkálatokat megközelítőleg 3 hét alatt végezték el. Ez alatt az idő alatt egyszer vízúton közlekedhettek a mentők és a betegszállító járművek, így zavartalanul biztosítva az ellátást a kórház betegei számára. Itt a főbejárati portától kezdve tulajdonképpen indult a felújítás, és egészen a pulmonológiai épület körforgalmát is beleértve történt meg az útfelújítás, és a telephelyen minden olyan kátyús rész kijavításra került, amely ugye útburkolat hibákat tartalmazott, tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az útburkolási hibák megszűntek. A Sóstúji úti telephelyen a következő hetekben kezdik meg a pulmonológiai tömb felújítását, amely a szociális helységek, vizes blokkok felújítását jelenti, valamint pályáznak nyílászáró cserére és külső homlokzati szigetelésre is.
Megszűnt a kilakoltatási moratórium, ezért akár olyan embereket is kilakoltathatnak, akik 18-25 év munkatapasztalattal, családdal rendelkeznek, és önhibájukon kívül kerültek ilyen helyzetbe, mondta el Csabai Lászlóné nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Az MSZP megyei alelnöke kiemelte, érdemes lenne egyesével megvizsgálni a kilakoltatási ügyeket, mivel ez az állapot jelenleg számtalan emberi tragédiát idézhet elő, és hosszabb távon többe kerülne az államnak a kilakoltatottak támogatása. Jeszenszky András hozzátette, a családi otthonteremtő kedvezmény, azaz CSOK, nem teljesíti a hozzáfűzött reményeket. Főleg azok tudják igénybe venni, akiknek vagy kevésbé, vagy egyáltalán nem lenne szüksége ilyen típusú lakás támogatásra, ilyen típusú lakáshitelezési támogatásra, és azoknak, akiknek viszont szüksége lenne rá másfél-kétszobás lakást szeretnének vásárolni, használtatak, vagy akár új építésűt, azok egészen egyszerűen nem tudják igénybe venni, mert nincsen megfelelő hitelképességük ehhez. Világosan mutatja egyébként az albérletek számának a drasztikus, albérlet igénylők, albérlet keresők számának a drasztikus növekedései, vagy például az, hogy az önkormányzati bérlakásokból gyakorlatilag nincsen kifelé mozgás, azaz állnak a névjegyzékek, hiszen az emberek, akik hiába szeretnének saját lakáshoz jutni, mivel hitelképtelennek minősülnek, ezért gyakorlatilag benragadnak az önkormányzati bérlakásokban, nem tudnak onnan saját lakás irányába elmozdulni, saját lakásba költözni. Még ma éjfélig adhatják be a gazdák szankciómentesen az egységes úgynevezett területalapú kérelmeket, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A NAK tájékoztatása szerint annak ellenére, hogy már április 3-ától működik az elektronikus beadófelület, a várhatóan igénylő gazdálkodók jelentős része az utolsó pillanatokra hagyta a kérelem benyújtását a megyében. A közlemény kiemeli, fontos, hogy a támogatást igénylő gazdálkodó minden esetben legkésőbb május 31-ig ellenőrizze a benyújtott egységes kérelemben megtett jognyilatkozatokat. Az egyes mezőgazdasági és agrárvidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatban megadott adatokat, illetve intézkedéseket tekintettel arra, hogy azokat korrigálni csak korlátozottan vagy egyáltalán nem lehet. Emeli bruttó 7 forinttal a benzin és bruttó 8 forinttal a gázolaj árát a MOL május 16-án. Ezzel a benzin átlagára szerdától 388 forint lesz, a gázolajé pedig 397 forint. Legutóbb egy hete változott az üzemanyagok ára. Egy személygépkocsi rohant hátulról bele az előtte szabályosan haladó kis teherautóba ma délelőtt Nyíregyházán, a Simai úton. A mentők az ütközést követően két súlyos sérültet szállítottak kórházba. A rendőrség eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit, illetve keresi a személygépkocsi vezetőjét, aki segítségnyújtás nélkül elhagyta a helyszínt. Városszerte 8 helyszínen 22 különböző programon vehetnek részt a kultúra kedvelői Nyíregyházán május 18-án a Múzeumok Világnapján. A Mozaik Múzeum Túra Roadshowhoz csatlakozó nyíregyházi múzeumok számos kulturális csemegével várják az érdeklődőket a világnapon. Többek között a Józsa András Múzeumban egy különleges Bencúr Gyula alkotást is bemutatnak, valamint különféle foglalkozásokkal is készül az intézmény. Május 18-án nem csak a Városnapi programsorozat veszi kezdetét, ez a nap a Múzeumok Világnapja is. Ennek kapcsán számos programot kínál a Józsa András Múzeum, amelyek közül a legkiemelkedőbb a Mozaik Múzeum túra. Ennek célja, hogy bemutassa és megismertesse a magyarországi múzeumok sokszínű kulturális kínálatát, valamint növelje a hazai múzeumok és kiállítóhelyek látogatottságát. Az országjáró roadshow Székesfehérvár, Miskolc, Eger és Veszprém után 15. állomásként Nyíregyházára érkezik. Erről a programsorozatról annyit kell tudni, hogy itt a múzeumok belső életét népszerűsítjük, ugyanazokat a belső mozaikokat próbáljuk felfedni az ide látogatóknak, amiket különben más alkalommal nem tudnánk bemutatni. 15. alkalom arra, hogy a roadshow Magyarországon belül elérkezett ide hozzánk Nyíregyházára, mi ennek nagyon örülünk. Számtalan helyen volt már ez a roadshow program, mindenütt nagy siker övezte, nagyon sokan látogatták. Nálunk 8 helyszínen 22 programot fogunk bemutatni. Eddig sosem látott Bencúr Gyula alkotást is bemutatnak pénteken. Az Ekehárt szökése című milliós eszmei értékkel bíró szénrajzot nemrég vásárolta meg a múzeum. Már csak a megfelelő alkalomra vártak, hogy ezt bemutathassák a múzeum látogatóinak. A Dunántúlról került Nyíregyházára egy dunántúli műgyűjtőtől, aki egy bécsi aukción vásárolta még az elmúlt években a festményt, és miután
megtudta, hogy Nyíregyházán van Bencz úr gyűjtemény, Bencz úr kiállítás, ezért ajánlotta a figyelmünkbe. Az úr egyébként Szatmári Tibor, műgyűjtő, és tőle vásároltuk meg a festményt önkormányzati segítséggel. Az így kibővült Bencz úr gyűjtemény és az intézményben folyamatosan zajló kutatási munkák mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a Nyíregyházi Múzeumot országos szinten is kiemelkedő kulturális intézményként tartsák számon. Az egyik legfontosabb vidéki múzeumi bázisként tekinthetünk a Nyíregyházi Jós András Múzeumra, nem csak azért, mert hogy nagyon patinás intézmény, hiszen 150 évvel ezelőttre nyúlik vissza az alapítás, a kezdet, és ezzel egyébként az egyik legkorábbi közgyűjteményként idézhetjük fel a történetét. Egy kicsit elfogult vagyok, mert a Néprajzi Múzeum sincs még 150 éves, aminek a vezetője lehetek, még csak a 147-et tapossuk, úgyhogy egy kicsit idősebb testvérként is nézzünk a Jós András Múzeumra. De komolyra fordítva a szót, meggyőződésem, hogy a magyarországi vidéki múzeumi rendszer átalakításával a településekhez visszakerült nagy hagyományú intézmények előtt egészen más lehetőségek, távlatok nyíltak meg. Ezzel a múzeumok felelőssége nem csökkent. A gyűjtemények fenntartása és bővítése messzire nyúló kötelezettségeket jelent, de a helyi közösségek értékmegőrzése szempontjából is fontos a múzeum tevékenysége. A második helyen végzett a keleti csoportban, és biztosan jutott az atlétikai csapatbajnokság döntőjébe a Debrecen-Nyíregyháza vegyes csapat. A Miskolcon megrendezett elődöntőben a budapesti Honvéd előzte meg a kétszeres címvédőt. A nyíregyházi versenyzők 4 egyéni elsőséggel és számtalan helyezéssel járultak hozzá a továbbjutáshoz. Komoly riválist kapott a legutóbbi két csapatbajnoki címet megszerző Debrecen-Nyíregyháza vegyes csapat, a budapesti Honvéd ugyanis nagyon megerősödött, a fővárosiakhoz igazolt többek között a világbajnoki bronzérmes gátfutó Bai Balázs is. A miskolci elődöntőben több hiányzója is volt a DSCS NSC-nek, de akik rajthoz álltak, hozták a tőlük elvárt eredményeket. A magasugró Bakusi Péter, a hármasugró Leveleki Bence, a diszkoszvető Szikszai Róbert és a szintén diszkoszvető Kerekes Dóra megnyerte versenyszámát, a szintén győztes 4x400-as váltó felét, azaz Szabó Kristófot és Tasiti Dávidot szintén a nyíregyháziak adták. A vegyes csapat végül a győztes budapesti Honvédtól 59 ponttal elmaradva a második helyen jutott a szeptemberi Székesfehérvár döntőbe. Versenyszámokban is több versenyszámban indultunk, mint a debreceniek, és hát ami nagyon lényeges és büszkék vagyunk rá, hogy nem csak a felnőtt versenyzők, hanem az ifjúsági versenyzőink is ott voltak a legjobbak között, de sajnos még így sem tudtunk teljes létszámmal kiállni, mert sérülések, betegségek gyengítették a csapatot, és hát remélem, hogy majd Székesfehérváron mindenki egészséges lesz, és azt az 50 valahány pontot, amit a Honvédtől elszenvedtünk, azt még egy kicsit rövidebbre tudjuk fogni, illetve remélhetőleg bízunk benne, hogy sikerül valamit lefaragni belőle. Ezzel a versennyel elkezdődött az október elejéig tartó szabadtéri szezon. A legrangosabb viadalnak a berlini Európa-bajnokság számít, amelyen jó esetben 4 atléta is képviselheti a nyíregyházi színeket. A legfontosabb az a felnőtt Európa-bajnokság Berlinben, és ami biztos, hogy Helebrad Máté már 50 kilométeres gyaloglásban csapattag, illetve amiben bízunk, hogy Szikszai Robi, Kerekes Dóra és Bakosi Péter a szintet teljesíti, hiszen közel vannak ez a szinthez. Egy fiatal nyíregyházi atléta is ott lesz saját korosztálya Európa-bajnokságán. Július elején Győrben rendezik az U18-as kontinens viadalt, amilyen 100 méteren Balogh Levente is rajthoz áll majd. Visszavágott a Peac Pécsnek az idegenben elszenvedett vereségért a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláni együttese a rájátszás 9. fordulójában lejátszott mérkőzésen 81-75-re verte ellenfelét. Az NKS szombaton a Pink esét, vasárnap pedig a Tatai esét fogadja a Szent Imre gimnázium csarnokában. A rájátszás 6 idegenbeli meccséből mindössze egyet veszített el a kosársuli, a Farkasinszki Orsolyát akkor nélkülöző nyíregyháziak 10 ponttal kaptak ki a Peac Pécs otthonában. Így a visszavágás vágya is fűtötte a házigazdát, amely 25-20-ra elveszítette az első negyedet. A második 10 perc 2 ponttal az NKS élet, de igazán a fordulás után vették fel a kellő fordulatszámot a hazaiak. A harmadik negyed végén 4 ponttal vezetett Farkasinszki Gyuláni együttese, és a záró szakaszban újabb 2 pontot hozzá tudott tenni előnyéhez a nyíregyházi gárda. A hazai csapatban
Papp Klaudia, Farkasinszki Orsolya, Fekete Dóra és Takács Anna kiemelkedően játszott, de a többiek is hozzátették a magukét a győzelemhez. Erre szükség is volt, mivel az ellenfélnél több, az élvonalban szerephez jutó kosaras is pályára lépett. Olyan játékos volt a 10-ből 5, aki az NB1-ával edzés játszik, és NB1-át. Tehát ugye az egészen más ritmus, egészen más dobáspontosság. Nekünk ezzel kellett fölvennünk a versenyt. Tehát itt azért ez egy ilyen kétesélyes volt. Reménykedtünk abban, hogy hazai pályán meg fogjuk tudni nyerni ezt a mérkőzést. Ugye most sikerült már az Orsonak is játszani, hogy ő idegenben nem tudott velünk utazni, mert annyira nagyon messze volt, hogy ezt a mérkőzést ki kellett hagynia. De most ugye itt hol hazai pályán be tudta vállalni. Hál' Istennek a Detti is felépült ugye a sérüléséből, tehát ő is rendelkezésre állt. Tehát is igazából 12 játékosat tudtunk neki vágni ennek a mérkőzésnek. Azt jelenti, hogy volt csere lehetőségünk is, tehát hogyha olyan szituációba kerültünk, akkor lehetett cserélni is. Készültünk ellenük egyébként, mert ugye ott tapasztaltuk, hogy a kinti dobásaik azért igencsak veszélyesek, tehát hogy ezzel ellen meg kell próbálni hatékonyan védekezni. És ugye megpróbáltunk egy olyan védekezést a harmadik negyedben, ami meglepte őket, és amikor tehát a harmadik negyed elején sikerült azt a különbséget megteremtenünk, ami a végére is kitartott. A nyíregyházi kosársuli csoportjában jelenleg a harmadik, összesítésben pedig a 12. helyen áll a tabellán. Papp Klaudiáikra két meccs is vár a hétvégén, szombaton 15 órától, a Pinkesét vasárnap 16 órától pedig a Tatai Esét fogadja a Szent Imre Gimnázium csarnokában az NKS. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Új területrendezési tervek készülnek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Ez egy hierarchikus rendszerben készül. A sorrend elején az országos terv áll, majd a megyei, illetve a települések tervei szerepelnek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főépítész úgy nyilatkozott televíziónknak, hogy egy települési terv akkor jó, ha minél ritkábban kell módosítani. A megyei terveket azonban 5-7 évente minden esetben kötelező. Idén 13. alkalommal rendezték meg a Nyíregyházi Egyetemen a karriernapot, melyre ezúttal nem csak az egyetemistákat, hanem a végzős középiskolásokat is várták. A kiállítók és állásajánlatok mellett beszélgetésekkel és szakmai programokkal is készültek a szervezők. Új burkolatot kapott, valamint kátyúzták és újrapatkázták a Sóstói úti kórház útjait. A felújítások közel 20 millió forintból valósultak meg, melyet a kórház az Állami Egészségügyi Ellátóközponttól úgynevezett Viszmajor támogatásból nyert el. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 15-én kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk, záporokkal. A Kárpát-medence időjárását sekély ciklon, illetve magassági hideg légörvény alakítja. Csapadékos, az átlagosnál néhány fokkal hűvösebb idő várható. Az előttünk álló éjszaka többnyire erősen felhős lesz az ég. Eső, zápor egyaránt valószínű, néhol zivatar is kialakulhat. A déli szél helyenként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte túlnyomóan borult idő lesz, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Eső, zápor egyaránt valószínű, néhol zivatar is kialakulhat. A délnyugati szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 17 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban is változékony időre van kilátás. A gomoly felhők mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Csütörtökön még több helyen, majd szorványosan valószínű eső, zápor eső, néhol zivatar. Szombattól kissé már erősödik a nappali felmelegedés.